A Csácsó, mint csörtészt a csokoládé, szavaztok gyerekek! Üdv a csatornán, Keeper jelentkezik. Következő résszel. Figyeljetek, itt Sumákban voltam egész éjszaka, és megmondom őszintén, hogy nem történt semmi érdemleges. Azon kívül, hogy megállás nélkül azt hallgattam, hogy lefelé futkoznak az emeleten, de nem jött le senki, mármint az emeleten, ugye a földszinten. Kellene ennem egyet, aztán, vagy kellene magammal vinnem kaját, kéne ennem egyet, és akkor neki kellene vágnunk ugye ennek a mai napnak. Egyébként kaptam egy csomó infót, például azt, hogy fel tudok venni bármilyen storage-t, mármint ilyen ládát, olyat is, ami nem az enyém. Meg bármilyen dekorációs elemet, tehát, hogy mit tudom én így, ez például mondjuk nem, de mondjuk van ez a láda, és ezt így fel tudom venni, és ezt le tudom rakni máshova. Ez tök jó, eznek nagyon örülünk. De viszont lehet, hogy fognak itt jönni. Ezek milyen nehezek? És nem is nehéz. Ez nagyon jó. Gyerekek, ennek tök örülök. Úgyhogy kell majd gyűjtögetnünk. Gyerekek, valami torzít. Sikít, meg kiabál, meg zuzog. Próbáljuk meg felmenni. Az a baj, ez a feljutás, nem tudom mennyire leszek jóba. Mert itt ki van üdve egy... Ó, bazd meg, ez egy sikító zombi, gyerekek. Nem sikító, hanem ez a hülye, itt a... Ez a Hunter. Na! De a többit azt leverem mindjárt. Várjátok gyereket, pillanat, jó? Ezt nekiállunk a mai feladatoknak, csak kicsit a Keeper összekapja magát. Mi lesz? Jó, még egy svájci sapkát is találtunk, srácok. Ja, egész éjjel zörögtek egyébként fölöttem, egész éjjel zörögtek. Nem tudom, hogy mi a franc volt ez. Tökéletes, még ezt fejbe vágjuk. Azt megyünk is tovább, srácok. Amit kellene csinálni, el kellene menni ugye a traderhez, kellene felvenni küldetést. Mi az a sok zombi? Meg mit is akartam csinálni? Ja, arra kellene figyelni, azt hiszem, hogy az lámpákat is fel tudom venni, tehát az ilyen... Mi az a sok zombi, bazen? Meg kéne nézni, mi van. Hű, az amennyien vannak ebbe a kicsi házba. Ezt is majd ki kellene pucolnom. Jó, egy kicsit most egy kicsit duhajkodunk. Egyébként XP-t nem ártana szereznünk. Legalább annyit, hogy egy szintet lépjek, és akkor ugye tudom, ki tudnám nyitni az alsó ajtót. Kellene szereznem alapanyagot. Rögivel. Gyerekek, mindjárt igen, megvan a szint. Jaj, de jó, jaj, de jó, ez nagyon kellett. Mert ki akarom nyitni azt az ajtót majd ott alul. Álljunk meg egy szóra, viszont. Akkor el kellene osztani a skill pontokat, ugye? Erre akartam a lockpickingre egyet rakni. És akkor elvileg most már ki tudok nyitni ezeket. Jaj, nem van megint izé lesz, eső. Na, állj, 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 stój. Mi a szart akartam még csinálni? Még egy csomó mindent akartam csinálni. Gondolkozz, igen, kell például, ugye ez crafting table-höz. Kellene nekem. Mi a szar ez a hang? Carpenter table-höz. Ja, rezin meg bot, meg izé, az nagyon kellene nekem. Úgyhogy azokat, hogy gyűjtögessünk kezelre, jó? Fű, rezin, bot, branch, fa, ilyenek. Úgyhogy ezeket próbáljuk meggyűjteni. Nem, le van szarva, hogyha itt támadásban vannak az ellenfelek. Azért meg tudjuk magunkat védeni, hogy a mai éjszakát azt egy speciális helyen fogjuk tölteni, azért, hogy túléljük az éjszakát. De a bázis azt meg viszont itt fogom kialakítani majd. Ott van egy ilyen Hunter, azt engedjük el. Azt nem kéne nekem. Nem tudom, hogy rezint azt tudok-e ilyen fából vágni. De majd mindjárt kiderül. Aha, igen, jó, tudom. Nekem kell fa. Egy küldetést is szívesebb megcsinálnék most, úgyhogy a közelebbi bolthoz elmegyünk, aztán csinálunk egy küldetést. Eladni dolgokat most már annyira nem fogok egyébként. Mert igazából nem sok értelme van eladnom, mert tudok gyűjteni igazából, ugye? Akkor inkább gyűjtsünk. Na, küldetéseket kéne csinálni, és most már azt kellene csinálnom, hogy duplán csinálom a küldetéseket, ugye kilutolom az épületet, és jó, le kéne menni, kéne csinálni ezért. Ezt a Carpenter Tübül.
hogy tudja csinálni például... Ja, gyerekek, most már tudok csinálni. Oké, lemegyek, jó? Pillanat. Ja, egy kicsit melegen van, szóval azzal majd kell valamit okozni. Sose közel harckodtam, itt már rá van kényszerülve az ember, úgyhogy muszáj neki. Ja, már megint túl izé van. Túl vagyunk terhelve, nagyon melegünk van, kellene egy szalmakalapot csinálni. Várj, szalmakalapot se tudok csinálni? Nem is tudom, mi van rajtam most. Nem hiszem, hogy nem tudok szalmakalapot csinálni, várjál. Rengeteg zombi. Egyébként nem, pont néztem, hogy valami 200 valahány darab zombit öltem meg már. Hát ennyit nem szoktam megölni ilyen, szerintem nagyon sokáig. És látod, már megint az van, hogy... Oda nézd, mennyien jönnek, hallod? Nem tudok lemenni. Nem tudsz lemenni, bazza. Na meghalt? Na menjünk le, azt majd utána jönnek, hogyha nagyon akarnak, nem? Eszméletlen sok a zombi. Csináljuk meg azt a keltentel table-t. Figyelj, hogyha jönnek, akkor majd igazából itt fönnak adnak, jó? Így legyen. Jönnek, jönnek! Hát mit bánom én, hogy jöjjenek, nem? Most mindig ezzel tökölök, hogy jönnek. Jaj, nem, megint átállítja a grafikát, figyeld! Figyeld! Figyeld, nem tudom egyébként, hogy mennyire akad meg. És átállítja. Figyelj, Full HD-re. Fölcsöszt, föl is csapta Full HD-re. Vagy nem Full HD-re, hanem 4K-re. Tök, ezt imádom egyébként. De jó, akkor ezt ma... És ilyenkor... Ilyenkor így szétcsúszik a grafikánk. Ó, de jó egyébként. Ezt nem értem, miért csinálja, de nagyon, ezt nagyon örülök neki. Egyébként ezt nem a mód miatt csinálja, az alapjáték is nagyon gyakran csinálta. Hát ilyenkor ez van, azt mindig állíthatom, viszont 4K-ra egy röhely. Na! Craft. Egyébként folyamatosan hallom, hogy futkoznak fölöttünk, ez egy érdekes dolog. Mennyi lehet craftolja? 11 másodperc alatt. Aha, meg is jött a hülye gyerek, jó van. Kösz. Igen, meg ütik az ajtómat is már. Miért nem tudok mozogni? Konkrétan nem tudok mozogni. Ja, mert izé, mert az a rohadt asztalt, meg lecraftoltam, azt meg 50 kiló. Jó. Az meg 50 kiló, aztán olyan szinten leterhelt. Na, ezt le akartam rakni, és akkor, hogy ez mégis mekkora helyet fog... Mekkora helyet? Ja, hogy ez ilyen böszme nagy helyet foglalja, ja, akkor jó van. Akkor ez mégse így lesz, hanem akkor ide, odakint fogunk csinálni dolgokat. Hát ja, most ez így, ilyen gyorsan tudok mozogni a gyerekek. Nek az asztalnak köszönhetően. Úgyhogy a kívül lesz, mert ezt nem tudom megoldani. Nem gondoltam, hogy ez ilyen rohadt nagy. Remélem, hogy el fog valahova férni. Menjünk már egy kicsit gyorsabban, megőrülök. És ide se fejezve sehova, hallod? Ez egy tök jó, hogy ilyen rohadt nagy az asztal. Mert ez most emiatt egy serious keeper. Nem tudod berakni sehova. Jó, nem, nagyon nem jó. Nagyon nem jó, mert minden, várj, akkor hova tudom rakni? Sehova nem tudod berakni, mert ez olyan böszme nagy. De most ezt én nem akarom itt nekiállni kivésni a falat. Ó, hogy rohadj meg. Mondjuk az lenne a legjobb egyébként. Figyelj, rakjam le valahova, aztán majd fölveszem, csak akkor legalább tudok mozogni, meg lesz valami sztaminám. Ej! Az édesanyád valaga. Kellene nekem itt ezt, nem tudom, eltávolítani valahol. Mondjuk akkor körbe-körbe, ezt nem ezzel kéne. Jó, nem olyan vészes ezt kiütni ezeket. És akkor körbe, e körül lesz valami, hogy nem tudom. Rohadt nagy helyet foglal. Nem gondoltam, hogy ekkorát. Nem tudod sehova elhelyezni, mert ugye mindenhol ilyen kiszögellések vannak. És megint zombi hangban. Megint egy csomó időt elcseszek ezzel a szarral. És
Megint szerintem jönnek egyébként. Ez nem nagyon jó ez a bázis, védelem szempontjából nekem. Egyébként ma lesz saját drop is. Meg is jött a hülye, látod? Erről beszéltem. Meg is jöttek a hülyék. Hülye csaj. Nem jó, nem túl kellemes ez a hely. Látod? Ide berakom, látod, és akkor itt el fog férni. És akkor mondjuk... Már megint hallom, hogy jó. És akkor mondjuk a másik felére meg majd valami más, meg akkor a... itt lesz kialakítva, ugye nem egyenes a fal, hanem ilyen tavó volt, és nem ilyen, nem tudott berakni sehova, ez tök idegesítő. Higgyetek, engem is nagyon idegesít. Megpróbáljuk gyorsan lerakni, mert akkor nem tudok craftolni legalább dolgokat, tudod. Úgyhogy ide be rakjuk. Viszont az nagyon jó tudni, hogy ugye fel tudom venni a dolgokat. Igen. Nem tudok abszolút mozogni, de jó testvérem. Nem hiszed el. Tök jó, hogy mindig megjelenik egy három darab zombit, hallod? Ezt jól elütöttem a fejét. Figyelj, ezzel most azt tudom csinálni, hogy odébb rakosgatom mindig. Nem hiszed el, mekkor egy szívás az egész. Most tudok mozogni, az érdekes, az előbb nem tudtam. Mi változott? Most futok! Csak megjegyzem, hogy most futok. És akkor ide valahol lerakjuk. Ez rohadt nagy helyet foglal. Nem... És mi a faszé? Miért állunk meg? Ezt nem értem. Na ide. Jó. Na, így valahogy így most már azért. Legalább le tudtam rakni. Na, nézzük, hogy mit tudok Iron Arrow. Tudok craftolni, az jó. Meg ilyet is tudok craftolni, ez is jó. Jaj, de jó, végre valami. Végre valami megindult, ezt meg tudom vinni. És akkor úgy csináljuk, hogy ezeket a dobozokat összeszedjük. Ja, itt üveglap van. Ezeket összeszedjük, és akkor egy helyre rakom. Oké? Okay. De jó lett volna, hogyha ide tudom rakni. Annyit tudnék, hogyha ugye kivésném majd a betonokat, akkor át tudom rakni. De egyébként az jó benne, hogy ugye akár át tudok pakolni a dolgokat, úgyhogy ez nem olyan rossz. Ugye összeszedem a dobozokat, egy helyen legyenek. És akkor lerakjuk, jó? Ma három darab ide pont be fog férni. Hol raktuk? Hova pennában rakta? 1, 2, 3, és akkor alapanyagokat ide szépen le tudom rakni. Ezt meg ezt fölvesszük. És akkor alapanyag, jó? Nem jön senki, megint valami mokogás hangot hallottam. Ugye, hogyha fölül ki lesz már épülve a dolog, akkor jó lesz. Figyeljetek, most olyat, amit nem nagyon használok, azokat, jó? Ezt biztos nem használom. Ezt mondjuk eladnám. Ezt nem használom. Jó, ezt se használom egyébként, ezt se használom, lyukkát lehet, hogy fogom, hajcsot ez nem kell, azt lehet, hogy használom, ezt biztos nem, ezt is biztos nem, ezt is biztos nem, ezt is biztos nem, ezt is biztos nem. Így gyerekek. Ja, itt van ilyen tűzelőnek, jó ez, azt majd a tábortűzhez kéne rakni. Ezt se használom, föstéket biztos nem, műanyagot, jó, tudjuk, hogy itt lesz a műanyag, jó, meg a cérna is. Oké. Okay. Meg a kocsikerék, meg mi? Ja, ez már nem fér bele jó akkor másikban. Kocsikerék, ez, fa. És így. És akkor így azért letisztult egy kicsit. Még az, hogy még mindig 84 kilónyi cusz van nálam. Az a brutális, de azt nem értem, hogy hogyan súly szerint rakjuk. Ja, mert ez a két... Aha, a vas. Oké. Okay.
Ezt meg ide berakjuk. Mindjárt 69 kiló. Meg ez a vasvilla is. Akkor nem adjuk el. Hát mondjuk azt mennyire tudom eladni? Hát 41-ért. Igazából a küldetéseket sokkal értelmesebb lenne csinálni. Gyerekek, ennyi cuccom, ez várj, ez mit ad? Aha, ezt föl lehetne venni. Ennyi cucc van nálam, és ilyen súly, hallod? A kő. Nem, az is sem. Nézzük, mi van rajtunk. Sisakformát. Ja, a futballhelmet. Jó, a futballhelmetet azt fogom használni, de egyelőre akkor ne legyen olyan melegünk. Na, mi a helyzet van, gyerekek? Akkor ideit azt tudtam csinálni, és ezt meg... Mit kell? Ilyet kellene csinálnom, ez is csomó mindenki, van kalapács. Jó, viszont ez jó lesz, mert igazából az a lényeg, hogy mindent meg kellene csinálni. Hogy ugye tudjak létrehozni például blokkokat. Oké, szerintem egész jó vagyunk így. Össze kellene szednem lámpát. Figyeljetek, csináljuk már egy küldetést. Na megint bassza. Valahogy itt nem tudsz nyugodtan lenni. Itt addig nem tudok nyugodtan lenni, amíg ki nem építem majd a felső védelmet. Ugye építek falakat, meg minden, akkor nem tudnak itt lefutkorászni. Viszont... Küldetést kéne csinálni, melyik a legközelebbi bolt. Ez lesz az, ugye? Megjelöljük. Húzzunk a francba, ijászkodok. Azt ugye tudok készíteni. Mariama? Valamit akartam, hogy melyik mi van betöltve. Legyen az Iron, ja? Jó, figyelj, megyek. Küldetést kellene csinálni, ugye azért jönnek a jó cuccok. Na, nincs olyan nagyon messze, meg főleg, hogyha lesz járművem, akkor azért nem lesz itt annyira nagy gond. Ott egy loot, figyeld. Meghalt a csávó. És lootolta valamit. Nem tudom, mitől halt meg. De... A kigyó megölte be azzal. De jó, komolyan mondom, imádom ezt a játékot. Ez a játék, gyerekek. Vagy ez a mód, vagy nem tudom, ez egy halál. És megint megsérültem, érted? Jó, legalább lesz kaja megint. Itt nyugodtan aztán nem tudsz lenni sem ebbe ezzel a moddal. Igazából jó nagy kutya szar volt. Hó! Nézzük meg, tárazzuk be mondjuk. A sörétük nincsen. Azt lehet, hogy kellene vennünk majd sörétet. Meg tojást gyűjtsünk. Jó, ezeket kellene gyűjtögetni közben, meg a küldetést fölvenni, jó? Egy küldetést csináljunk már meg. Mert ugye azzal is haladjunk, egyre jobb cuccokat fogunk kapni. Sőt, nagyon jó cuccokat fogunk kapni. Mert bekötöm a izémet, tehát érdemes. Oké, gyorsabban gyógyul tudok. Jó. De megettem. És ilyen random zombikat nem kezdek elhenteni, jó? Menjünk küldetésezni. Ja, kéne járni, mert 200 évig tartunk eljutni a boltig is. Ez volt a közelebbi bolt, ez biztos? Ja, a másik az jó messze van. Lyukát üdögetem, az például tök jó. Meg aloe, az is nagyon. Utálom azt. Van itt egy skorpió közel. Azt a betyár! Sivatagban mindig esik az eső, ezt én nem tudom megérteni egyébként. Más textúrája van szerintem a fészeknek, tök könnyen észreveszed. Megint kaptam egy ilyet, tök jó. Ennek elég jó sebzése van. Hát jó van, srácok, jó messzikre menni, ez egy kicsit szar.
Ez egy kicsit szar. Random lootolunk ám mindent, meg kell. Most már tudok, meg ugye tudom hova rakni majd. Lesz helyem neki. Jó van. Töltsd már meg, bazd ezt a szaros pisztolyt! Hát komolyan mondom már megint! Eddig... Meddig tározza ezt a retket, apám? Megint megfertőlődtem. A rohadt életben ebben a viharban is olyan hangon, most nem hallok semmit, elmondom nektek. Megint megfertőlődtem, megint honnan a villámból szerezek jövét, ellenanyagot. Futottam volna el, vagy nem tudom. Nem kivéthetetlen szar. Komolyan mondom, elegem van ebből. Ezekből a rohadt skorpiókból, a francok rakták bele ezt. Honnan az édesanyámból szerzek jövőt? Fejezzem már be ez a vihar! Miért kell mindig a sivatagba esni az esőnek? Egyébként emiatt rage-elek leginkább. Bazza, minek kell állandóan esni a rohadt... Ó, van egy izé. Megint költhetek erre, bazza. 1500-ba kerül, hallod. Nem hiszlek el. Jó, van, mindegy, nyugodjunk meg, de... Tiszta ideg vagyok ettől a szartól. Jó, van, figyelj, ami nem kell, azt... Azt adjuk el. Eladom ezt, és nem tudom, mire jó. Van itt bőven belőle, úgy látom. Jó, várja, ez mi? Nem adom el, inkább összegyűjtjük. De idegbeteg vagyok ettől, gyerekek. Hogy mit szívok mindig ezzel a szaros üzével? És persze bejövök, akkor na ezt nézd, 220 valamennyi zombi van. Bejövök, akkor már meg minden szuper lesz. És megint ezt nyomhatom magamba. Tök jó, mi? Na, ízét akartam egyébként, sörétet akartam menni, az másik csávó, mit árul? Nem az osztárul. Meg ugye akkor kellene valami... De hát nem árul ez a fegyver. Ez nem az a csávó, a másik árulja a fegyver. Ez armorokat árul. See you later. Semmi gond, egy küldetést azt csinálok. Melyik van legközelebb? 390-350 méter. Fat food. Hoppá! Jó, nézzük, hogy dobott-e? Ott dobott-a? Jó, és a küldetésen fogadjunk, tök másik irányba van. Elmegyünk érte. Menj a... Bus. Tedd már be, bazze! Ez költ nekem megint, mint szar a zsebbe. Nem mondod, hogy ez bejött. Hát megőrülök, apám. Hum van. Meg engem saját magamat sebzem. Nagyon epik jó. Tök elegem van egyébként.
Tök elegem van. Tök elegem van, gyerekek. Hetedik napon vagyok. Jó, menjünk a izé, menjünk a lúthoz először. Hallod, tök elegem van, komolyan mondom. Hogy ilyen izé, ilyen... Gondoltam. Hova te életben van? Hát. Miért van ilyen rohadt sűrű minden? Hát nem túlzás egy kicsit? Komolyan mondom. Hát... Ilyen soká a kutya bassz, hogy végigmész 100 métert, 10 megtámad. Zombiból nem is beszélve. Nem hoztam elég kötszert, nem mondom nektek gyerekek, úgyhogy valamennyire vigyázzunk kell magunkra. Jó, elmegyek a lootér, aztán nem tudom, a küldetés az hova szól. Azt is meg kéne nézni. Nagyon kemény hely. Nagyon durva ez a mód. Ez nagyon nagy szívás. Na már ezt meg is jelöltessük meg, hogy le, hogy kell. Oké, okay. Megmutat, hol vagyunk? Ott a jövő, jó van, nincs annyira messze egymástól a kettő. Még aránylag jó vagyunk. Jó van, veressük neki gyerekek. Meg, lőszerünk egy darab van, ebből van tizenvalamennyi. Meg ezzel ütlegelhetek. Ha akarok, meg ugye van ide. Jó, éjszakára nagyon nem kell, mert valószínűleg befogom másnak. Szaros anyádat ijesztegetett. Lőszer annyira nem kell éjszakára, de mindegy, egy küldetés megcsinálunk, akkor abból lesz pénzünk, aztán akkor abból veszünk lőszert is azért, hogy minden szuper legyen, mert már egy durva dolgok vannak. Ezekre a rohadt skorpiókra figyeljünk! Ezektől döglök meg mindig. Most szerencsé, hogy volt ellenanyag, de egyébként 1500-ért kapok egy ellenanyagot, neki kell állnom ezt gyártani. Ezt meg kell nézem, hogy hogy tudom gyártani, kell a stationbe, mi kell hozzá, azt én gyártanom kell, mert megőrülök. Esküszöm. Ezt meg remélem nem esett be valami extrém rossz helyre, ez az airdrop. De meg remélem valami jót dob, mert már... Na bazza. Szügyön lőtte be! Ez meg olyan lassan tárasz, halad, hogy meghalsz. Unhöröksz, mi öröksz? Kell nekem ebben a toll. Hetedik napban, ja, éjszakára nagyon be kell húzódnom valahova. Kemény hely, kemény ez a hely, gyerekek. Mármint ez a város, nem? Lehet, hogy az a túlzásom, hogy ugye nem egy ilyen városba kellett volna kapásból letáboroznom. Ezt akkor nem lenne olyan nagy probléma, csak a keepernek bazen nagyon izébe kellett, hardba kellett nyomnia egyből. Hogy ilyen rohadt nagy városba így betáborozok instant, ez meg a város szélére esett. Egyébként itt van valahol a másik trader, nem? Nem, már megint átadja az izét! Figyeld! Nem hajtott át, csoda történt. Ja, itt a másik bolt, jó. Abba is bemehetnék. Oda néz, figyelj, Scorpio mellé bedobta, megőrülsz. Kutya. Igen. Megnyugodtál? Már a kutyákba is elegem van. Tudom, hogy sokat sírok gyerekek, de egy őrület. Őrület, nézd meg, ott van egy izé. Scorpion, meg ott van egy Scorpion. Ezt fuss el köztük. Mondod, nem mondod, hogy már megint rám jött! Megpróbálok elfutni. Elegem van ezekből a skorpiókból, gyerekek. Elegem van, megpróbálom kefutni, nem tudom, hogy ez működni fog-e. Meddig követ, meddig nem. Nem merek hátra nézni, jó? Talán nem követ végtelenségig, nem érdemes ezeknek leállni, mert az a baj megfertőz, azt utána meg ide van, szívás. Tolják, na most elfutunk egy jó nagyot, aztán akkor hátra nézek. Jó, messzebb nem tudta volna ezt az airdropot is ledobni. Jó, van, úgy látom, hogy megfutottunk előle. Jó, hát akkor nem fogok ám én itt izélni. Ezekkel vinkódni, mert egy őrület. Hú, egy kicsit berage-elek már, nem? Mert nehéz, mert izé, mert szívása nem is az, hogy nehéz. Mert egy-egy ilyen izével elküzdök én akármikvel. De az, hogy ilyen lépten nyomon így betámad minden, az nagyon brutál. Hát ide annyi lőszer kell ez a modhoz, meg minden, hogy ez nagyon durva. Lyukkát azt meg annyit gyűjtök gyerekek, hogy a világon nincs annyi. Na már, ja, remény, azt hittem a vízbe beesett, mondom, vízbe valami jó mélyre. Nincs az egész sivatagban, bazze,
Két talpalatnyi hely. De visz, mondom, biztos ízbe esett. Na, izének a receptje. Meg könyv. Az a nyárdat azt. Az a lesz tollam. Branchet is kéne ütnem ám közbe. De ugye nyilvessző az is kell. Azt szerintem az annyira nem nagyon van nekem. Majd ezt elrakom innen. Közben meg üssük Branchet is. Meg akkor a küldetést megcsináljuk gyorsan. Azt be kéne húznom ugye még a izébe is. A katonai bázisra is. Még nagyon nagyok a távolságok itt. Amúgyis ez egy böszme nagy mapám. Egyébként elég jó adja így a Branchet, ha megfigyeltek, csak ugye nincs staminád, akkor nem kell nagyon ütni. Na, küldetés. Az meg hunal... édes. Be van. Ott még nem is voltunk, megjelölöm, mert ilyenkor akkor így pontosabban látom, látod, ilyen időjébe kirakja egy csodálatos zászlócskába. Jó. Mi van előttem, hogy töke alatt, vagy mi volt ez? Tudjátok, mindenkire emlékeztetem magam néha? Az a az a csávó, aki PlayStation-on FIFA-zik, mi az? PSG Ogi, vagy valami ilyesmi? Ogli? Körülbelül az, olyan stílusban nyomom néha ezt a rage-et ma. De egyszerűen nagyon kiakaszt néha ez a játék. És megint ott oda néz, jön a hülye. Fejbe tudom várni? Mert az a baj, az összes lőszeremet ellövetik velem ezek a hülyék. Gyere, gyere. Jó, hát nem volt... nem volt csod nélkül sajnos. A sivatag az egy kemény hely egyébként. Nagyon kemény az a hely. Konkrét szívás az egész, konkrét szenvedés, folyamat non-stop szenvedés, hallod? Mindenhol zombi, mindenhol minden. Mindenhol kutya, tököm tudja, mi nem. Szerintem nem tudod kontrollálni, hallod? Tudom, hogy ott jön. Meg itt mellette, nem? Jó, hagyjuk azt a kutyát. Menjünk már! Ehesek vagyunk, gyerekek. Gyorsan, gyorsan, gyorsabban utolj! Volt benne egy painkiller. Brutál kemény a játék, igen. Brutál kemény. Osztom magam a kajátám, azt mindjárt megnézzük. Erre még nem is jártam egyébként. Egyébként már jó késő van. A kajapia megvan. Menjünk tovább. Nagyon durva, nagyon nagy ez a map. Nagyon nagy ez a város környéke is egybe. És az a baj, nem, a running gun-t meg kéne tanulni, mert nem tudok tárazni, meg futni egyszerre. És emiatt ugye akkor, amikor izéval elkezdek tárazni, akkor belassulok mind az állat. És az úgy kemény. Az úgy kemény helyzet tud szülni. Mert akkor ugye meg akarnak csapni egy kicsit. 15-54 van, el kell még jutni a katonai bázisposzt. Ne felejtsük el gyerekek, mert nagyon rá fogok cseszni, ha nem lesz meg. Hogy mit kell itt csinálni? Ez mi lesz? Ez valami barlang? He? Nem, ki kell ásni? Ki kell ásni dologra? Ezt nincs ásom, hallod? Elfelejtettem ásó. Most ez rám jön, vagy nem? Ja. Ásó. Tudok én ásót csinálni? Olyan tudnék, kötél kell hozzá, meg valami mi ez? Large stone.
Kötél az miből van? Róp. Fűj kell hozzá, 18 darab. Ahogy látod? Ez nem olyan, mint a vanilla izé. 7 day. Meg van bonyolítva. Egyébként ilyenkor azt kell csinálni, ugye, hogy ki kéne pirálnem. És akkor látom, hogy mi van hozzá, meg mi nincs hozzá. Most küzd is már megcsinálom, hogyha eljöttem eddig. Mert eléggé kiesik így a körületből. Megvan a rob. Oké, ezt csináljuk meg. Egy rob kell hozzá, vagy kettő? Ugye akkor nem két rob kell hozzá. Ó, te fiú! Nehogy... Jó, egyébként frusztrál egy dolog még, megmondom őszintén, hogy még nem haltam meg. Na, hogyha meghaltam volna, akkor ilyen tök lazán benném, hogy hát, hogy le van szarba, mert már meghaltam, majd meghaltok még egyszer. Csak ugye, amíg nem halsz meg, addig tök örülné neki, hogy ez így is maradna. Aztán akkor az olyan jó érzéssel töltene el. Na, meg még mi kell hozzá? Meg egy large stone, ami nem tudom, hogy fogyasz a anyámba szerezek egy large stone. Azt úgy tudom csak kibányászni, de van egy stone. Fogadjuk, mint csak környéken egy rossz stone. Már ott az olyan kövesnek tűnik. Ugye megyünk oda. Ezek smallok. Itt van valami kűj, nem? Mi ez? Small. Legyen majd nagy. Mondod. Esküszöm ezelőtt, így bányászkodtam, azt volt large, nem? Most akkor megszívott a játék? Nincs egy large stone-om? Ó, de jó. Ez csak mi... Fú, azt honnan a nagyon balagából szerezze a gyerekek. Small stone-ból nem tudom összerakni, mert gondolom, hogyan tudnám. Vagy a bola izéből jön a bola, tudjátok, az a szétverhető nagy kőből, de hát ez meg biztos nem lesz itt, mert nekem a szerencsém az olyan, hogy egy darab rohadt olyan large stone, biztos, hogy olyan szétverhető kő, biztos, hogy nincs 1000 méteres körzetben, hogyha szükségem van rá. Ez most nem túl, de hogy van egy beszarsz. Akkor biztos ott lesz rajta kutya, vagy valami, hogy nem. De itt én fejbe verem ezeket, hát nem hiszem el, hogy komolyan mondom ma. Már bedurultam, hallod? Már elegem van ezekből. Ezt meg nem bírom egyszerűen itt hagyni, érted? Az a gond. Na. Nem ezzel kéne ütni. Ott volt a large stone. Jó. Megtörtént az esemény, ezt fejbe húzom, mert muszáj lesz ma. Legalább dobott lootot, gyerekek. Dobott lootokat. Na, mehetünk vissza. De várja, nem csesztem el küldetésem, hogy kijöttem onnan. Tudja, hogy igen. De jó, hogy jönne. Mi ez a rengeteg zombi? Mi ez a rengeteg zombi? De miért nem rakja ki oda? Aktívnak. Megint mi támad rám? Mert a hangból ítélve támadnak. Nem tudsz nyugodtan lenni. Na. Menjek el a pontra. Biztos itt lesz egy Scorpio, Raptor hogy békén. Meg akarom csinálni ezt a küldetést. Jó, ott van. Itt... Talán van valami. Nagyon rage, ez a rész, ez nagyon rage egyébként. Egyébként szeretem ezt a játékot, nem tudom, meg azért annyira nem idegesítem, mert nem olyan brutális, hogy én most olyan, nem tudom, mit érezzek itt át. Hol raktad, barátom? Ja, még nem craftoltam le, öcsém. Na, skocok, ássunk. Itt volt a kő, figyeld!
A hülye. Na hát egyébként ide meg megtalálni, ugye az a baj, hogy ilyen nagyon lassan ásuk, és nagyon gyorsan fog tönkre menni az ásó. Úgyhogy ez nem lesz egyszerű. Azt kellene csinálnom, hogy ilyen... Hát leszedem a tetejét. Lesz nálam egy csomó stand. Jó, figyeljetek, muszáj megcsinálni. Olyan nem, megint nézzél van. Megint vihar. Hát már miért ne? Mert már olyan régen volt, körülbelül 20 perce. Ezt nem lehet kikapcsolni? Valaki nem ismeri ennek a metódusát, hogy hadd ne legyen vihar minden 10 percbe? Dörög villámlik? Ugye valószínűleg, hogy zombik fognak jönni, amikor szűkül. Sőt, már valaki amúgy megérkezett. Nagyon jó. Köszi, hogy jött. Olyan jó, hogy jössz. Olyan... Tényleg, annyira örülök neked, bazd meg. Stamina nuku. Mert ásás közben azért... Ritkán van staminálja az embernek. Ez a küldetés, elmondom nektek, ez nem lesz meg. Hát nincs annyi időm, hogy ezt kiássam ezt a időt. Olyan extrém lassan ásol, tudod? Nincsen egy kávém vagy valami nálam, de ígyunk egy kávét. Meg ugye van ott egy kávénak a... Ó, én nem ezzel kéne ásni. Nem, ezt nem fogom tudni megcsinálni, mert lemegy a nap. Figyeljetek, egy olyan 20 órakor mindenképp el kell indulnom haza. Akár ilyen bonyolulom lehet, addig meg nem lesz meg másfél óra alatt. Áh! Frusztráció van most egy kicsit bennem, hogy ez nem lesz meg, de hát ez jó rács aztán, na. Jön egy keselyű... Annyi mob, annyi ellenfél van ezen a mapon, hogy ez őrület. Jó, gyorsan is fejlődsz, de... Nyugtod, nem tudsz lenni. Digging skill-em 1-es, hát nem csak, hogy lassan ásodni. Az a baj, hogy elég mélyen is van, meg ugye szűkülnél kéne, nem tudom pontosan hol van. Hát figyelj, ások, most mit tudok tenni, nem? Aztán majd valami lesz. Próbáljuk kicsit lejjebb. Hát ez nem lesz meg, semmiképp szerintem el is kéne indulnom. Az a baj ugye, hogy kimegyek a körből, akkor... Igen, most megjönnek a zombi pajtások. Na jó. Legalább dobott múltot. Ennek is tudom körülni, dobott egy halászgatját. Ja igen, és ilyenkor ugye szűkült valamelyest a kör. Csak például az a problém, hogy... Nem elég gyorsan ásunk. Megpróbálok lefelé, talán szerencsém, ez 20 órakor el kell indulnom, jó? Legyen 20 óra 30, addig megpróbálkozunk. Jó lenne nem esne az eső, nem szakadna. Mondjuk lehet, hogy most a idő miatt, a 7. nap miatt van szar idő. Lehet, hogy ilyen szándékos, tudjátok, ez a vérhold dolog lesz, vagy nem tudom, minek nevezik. Hát ez, hogyha nagyon nagy mázlim lesz, ha meg lesz. Szerintem nem lesz meg egyébként. Szűkülhetne már. Na ma. Azt tűst ki, amelyiket már ütötte eddig be. Ugye, megnyomok ám még egy izét. Energy-t, egy kávét. Azt hiszem volt még egy, ugye? Ha már digging 2-esen van. Kicsit gyorsabb haladok legalább. Még, figyelj, már szűkülhetné, bazze. 35 van, hallod, olyan nagyon szívesen megtaláltam volna ezt a szuplit. A szuplit. És nem akar beszűkülni, miért nem? Miért az igaz? Hát tökre ment az ásom.
Tönkrement az alsóm, és nincsen, nem tudok még egyet csinálni, úgyhogy ezt mindenképpen elbuktam, mert hogyha nekiállok itt most gyűjtögetni, akkor nem lesz hozzá. Ezt jól elcsesztem, igen, ez most mission failed lett, viszont menni kell a katonai bázishoz. Hát, nagyon-nagyon szívás volt, bunker katonai nagyon messze van, úgyhogy jó, hogy elindultam. Lehet, hogy ez egy ilyen égi jel volt, srácok. Nem volt még egy kávé. Nem volt még egy kávé, úgyhogy húzzunk bele, mert nincsen sztaminánk sok. Lőszerünk semmi szinte, gyerekek. Úgyhogy valószínűleg az éjszakát úgy fogom tölteni, hogy valahova bebújok, elbújok. Elbújok. Ennyit tudok tenni az ügy érdekében. Várjál, valamit ki akarok próbálni. Ó, ez nagyon jó, hogy ezeket össze tudod szedni, he? Hete. Mert akkor tudok, hogy a világító berendezéseket. Ezt is össze tudom szedni? Ezt nem, ugye? Azért nem mondod. Hallod? Akkor tudsz, hogy összeszeded a világító berendezéseket, és ahol létez alak. Az nagyon jó... Nem, figyelj, van elektromosság. Akkor miért van az, hogy ez... Akkor nincs szükség elektromosságra olyan szinten, hogy világító berendezéseket össze tudom szedni, és le tudom rakni máshol. Ez egy nagyon... Ez egy nagyon kira dolog, he? Ugye le tudom rakni az én jó kis bunkerembe. Na jó, lassítsunk. Figyelj, véletlenül sem másik irányba menné, mi? Messze bazza. Köteked ele. Igen, ez tök jó. Ilyen mindenféle decoration-t ezt össze tudsz gyűjteni. El tudod tenni, és akkor tudsz vele világítani. Ez tök jó. Még 380 méter, úgyhogy jó, hogy eljöttünk, mert azért ez nem olyan kevés. Jó, az éjszakát az tök lazán ki fogja húzni, szóval nem lesz gond. Én bízok benne egyébként, hogy ki fogjuk húzni. 200. Jó, hogy elindultuk, jó, buktunk egy küldetést, szarok rá. Nem annyira... Szerintem nem annyira nagy gond. Jó, hát nem annyira örülök neki, de ez van. Gyerekek, ilyen virágító berendezéseket mindenhol össze fogunk lopni. Ez ugye, az vágja. Te minek akkor kraftolni fákját? Ez tök jó. Csak nehogy valami skorpió, hogy ránk a loncsom, mert akkor bajok vannak. Nem volt rossz elindulni? Ugye 22 órakor bedurul a helyzet. Ezt jó volt előre kipucolnom, egyébként a napból a toronyba oda bemegyek, hát valószínűleg nem fogják básni magukat. Reggel kijövök, azt leölök mindenkit, lutot összeszedem, kész. Ennyi fog történni. Valószínűleg nem is fogok hadakozni velük éjszaka. Nem minek. Nem, srácok. Az a lényeg, a bázis bírja ki. Nem a mélyére megyek, hanem oda, mert oda tudnak legnehezebben szerintem bejutni. Ajtókat becsukom, mögöttem ne tudjanak végigjönni. Aztán tökéletes lesz. Várja, egy dolgot hadd csináljak. Ez a, megnyitom az inventory-t, miért olyan nagy feladat egyébként ennek a játéknak? Nézzét akartam, sityakot felveszem. Hogy lássak. Jó. Ezt akkor bevegyük teljesen a legbelébe. Majd ott mindenhol becsukjuk. Figyelj, még egy ilyen helyre is ide bejönnék, hát nem tudnának bejönni, nem? Egy ilyen tök elszeparált helyet. Ez az ajtóhang, ez meg szerintem a Doom 3-ból való. Esküszöm. Abban volt ilyen para ajtóhang. 21-11 gyerekek valahogy sikerült eltalálni, csak tudnám, hogy ja már. Igen, itt. Hát itt nem fognak gyerekek ezek bejönni, abban biztos vagyok. Nem kevés a táv, amit végig kell gyalogolnom. Ja, meg itt hagytam egy csomó cuccot. De ugye vagy Keeper. Ugye.
Lemennénk? Kösz. Gyerekek, még jó, hogy elindultam, basz. Ugye valamelyik silónak a tetején be tudnak ugrálni, úgyhogy az egy kicsit kellemetlen is lett volna. Úgyhogy én az egyik ilyen bomba silóba vagyok, hogy minek adik ezt. Na mi van? Ugye? Hát öcsém, azért itt a végigkövenni a világon. Hallod? Ide aztán, hogyha bejönnek, akkor azért le a kalappal, nem? És kacog. Le a kalappal, ide aztán biztos nem jut be senki. Meg most, hogyha be is jut, na... Vajon már el kell mennem? Itt. Akkor meg visszafele fogod magad. Ilyen tárolót is fel tudsz venni, tök jó. Akkor az tök jó. Nem erre. Itt föl a létre. Ezt figyelj, ezt elviszem. Ja, mert nem tud... De miért? Úgy bazza, jó, na, megyünk. Essél le, tessek le végig, azt most még nekem hiányoznak. Jó. 22 óra van, úgyhogy már jönnek a zombik. De szerintem azért annyira nem lesz gond. Itt. A hordával. Talán nem tudnak bejutni sehova, ugye? Viszek mindent. Figyeljetek, zsilipajtókat le tudom zárni, hogyha valami nagy gond van. Egyébként lagolunk, úgyhogy itt valami van. Tudjátok, mit kéne leszednem? Lámpákat. Amúgy zombi hangot hallok. Nagy lesz a szar, akkor lejjebb megyünk. Azt a becsin. Na nézzünk ki, mi van. Na figyeljetek! Ugye egy baj lehet. Oda nézzetek, ott vannak a zombik, ha ott futkorásznak. Egy baj lehet, hogy fönn nem tudnak beugrálni a tetején. Ott. Van egy ötletem. Hogy ide rakok egy lámpát. Akkor talán nem tud átjönni rajtam. Hoppa. Ja, várja, ezt nem tudom fölkapcsolni. Akkor mégis kell elektromosság. Ez tök jó, hogy föl tudom szedni ezeket. Ó, ez nagy királyság. Ó, ez nem olyan nagy királyság. Ez baj lehet. Ezt az ajtót nem tudom zárni, úgyhogy megyünk lejjebb. Nem megyünk oda, ahol zárni tudom az ajtót. Oké, gyerekek.
Inkább lejjebb megyek. Bemegyünk kettő az ajtó mögé. Vagy közé. Kettő zsilip kapu meg közé be kéne menni. Figyelj, ezt az ajtót belárjuk. Akkor onnan már nem jöhetnek. Meg belárom ezt is. Jó. Figyeljetek, ennél jobban védett helyen szerintem nem lehetek, nagyon mélyen vagyunk. Ugye? Na most kíváncsi vagyok, leveszek egy ilyen lámpát. Ugye? És ezt fölrakom, és akkor az nem működik már. De azt hittem, hogy világítani fog, de akkor eznek sok értelme így nincsen. Ugye, fölrakjuk. Ja, így könnyen túlélek itt persze, tudom. Ja, hát akkor ez igazából ez semmi. Nem tudom fölkapcsolni. Nincsen, nem működik a kapcsolója. Jó, srácok, figyeljetek, szerintem ez egy elég nyugis lesz. Elbúcsúzom tőletek, ha nagyon valami történik, akkor itt leszek. De szerintem nem fog történni semmi. Kimegyünk majd, amikor már ugye nappal lesz, és akkor szépen megcsináljuk, kinyírunk mindenkit. Egyébként ezek a ládák, ezek úgy látom, hogy ezek... Nem, valami nagyon nehéz. De mi az, ami nagyon nehéz? Fölvettem mostán mondjuk mindent. Súly szerint mi a legnehezebb nálunk? Aha. Ez 8 kiló. Ja, várjál. Ezt még meg sem néztem. Ugye megnézzük. Ó, oh, looteres. Jó dolgokat kapunk, tök jó. Még amit akartam mondani egyébként, az annyi, hogy ugye most már valószínűleg ki fogjuk tudni nyitni azokat az ajtókat, amik vannak a különböző bázisokon, amik zárva vannak. Nem tudom, azt hiszem, hogy 50-es most már az a skillem. Nézzük meg, hogy mennyi? Mennyi van az ki, nem? Ez a lockpicking, ez honnan tudom, hogy hányosan van? Mária, lehet, hogy itt vannak, ugye? Nincsen itt? Olyan nincs ennek ideje? Vagy itt a skilleknél van? Lockpicking. Most nem nagyon vágom. Mert az azt mondta ugye, hogy plusz 25-öt adott hozzá. Óha. Akkor még mindig nincs meg, nem tudom mennyi. Hol tudom megnézni, hogy hányos a lockpickingem egyébként. Ezt tényleg nem tudom. Ez elég baj, nem? Nem, tényleg nincs olyan? Stamina, loot, zombie killed, item crafted. Lehet, hogy én vagyok ide. Ilyen. Loot stage. 20-as, nem tudom, hogy hol van a lockpicking skillünknek a pontos megadott értéke. Ez csak annyi, hogy plusz 25-öt ad hozzá. De hogy mennyi? Vagy plusz 25-öt ad hozzá, és az még meg a skill. Ez meg mi egyesen van? Hogy hol, hányosan van? Ez jelenti azt. XP. És akkor csak, akkor magyarul csak ide van, 26-oson van? De hát alapban volt 26-oson, nem? És az a baj, nekem ilyen zárt ajtómat nem tudom, hogy van-e. Valahol láttam egy zárt ajtót, lehet, hogy ránézek. Itt van-e? Ja, ez nem, ez abszolút zárt. Tehát ki se tudom próbálni.
Jaj, jöttem. Jó. A gyerekek itt lazán el lehet így lenni. Fölmész, azt megnézed, hogy mi történt, nem? Azért így elég könnyű. Na, a gyerekek elbúcsúzom, mert amúgy is szerintem lejárt egy résznyi. Elment egy résznyi idő. Várlak beletek a következő részbe. De mögött mi van? Nagyon érdekel. Tényleg érdekel. Túl vagyunk terhelve, majd lehet, hogy annyit kipakolok, hogy... Egyébként hallani, hogy szütyögnek a zombik fönt. Jó, nem volt mögötti semmi. Nézzük meg, hogy mink van. Ezt se tudom kinyitni, ez is ilyen... nem tudok rajta hosszan nyomni. Jó, hát... Ha be is ültnek a zombik, a reggelre biztos, hogy hozzám nem fognak elérni. Ez milyen? Milyen gatya ez? Ez rosszabb, mint az enyém. Hát jó van, gyerekek. Az open felirat, ez se fog működni? Ezt meg hadd nézzem már meg. Ezeket a lámpákat akkor nem érdemes leszárni. De azt hittem, hogy ez jó lesz nekem. De várj, ez az open felirat. Ez se fog működni, az elég szar, úgy, nem? Ha volt a fiú, hát akkor mindennek áram kell. Akkor ilyen valopom én ezeket el. Semmi értelme, nem? Akkor tényleg semmi értelme. Tényleg azt hittem, hogy de jó lesz. Akkor ki lesz világítva a kecó, de hát akkor tényleg van, kell fákját is kraftolnom majd. Oké, srácok. Na, elbúcsúzom tényleg, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek. Építeni fogjuk a bázist ezerrel, megcsinálunk minden kraftolási lehetőséget, amit tudunk. Aztán veretjük neki. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!